aj pre človeka, ktorý nie je veriaci. Még annak az embernek is, aki nem hívő, ez a hangulat egyfajta misztériumot jelent. Jó magam, mivel hívő vagyok, ezt az élményt még intenzívebben élem meg. Az első dallamok még több mint 20 évvel ezelőtt születtek meg. Abszolút fiatal gyerek voltam, és már akkor is nagyon motivált a szakrális zenealkotás, de ahhoz az embernek időre van szüksége, hogy az adott dolgokra megérjen. Ez a dinamiki tudod, hogy aj keď zlatý rez na skladba Dobre, ďakujem pekne, ktorým sejpám menátorým tovább, môžeme ísť ďalej. Môžem poprosiť od 54. taktu, ktoré najdete na kúšnáke. A Missa Brevis, aminek az alkotója Ervin Romano Fulmek zenész, zeneszerző karnagy, a helyi művészeti alapiskola pedagógusa, viszonylag rövid idő alatt készült el. Az alkotás 8 hónap alatt született meg. Ďakujem krásne, nagyon szépen köszönöm. Najväčšie ťažisko je pre mňa. A legfontosabb számomra az, hogy a belső érzéseimet és a bennem rejlő óriási szeretetet kifejezésre juttassam, hogy azt továbbadjam ebben a hektikus világban, amikor is az emberek az egész fennálló helyzetet igen nehezen élik meg, és mindenki általános értelemben véve nagy zűrzavarban él. Én takis obecný zmetok by som povedal. Dielo, aj keď je novodobé, jednoznačne tonálne. A mű annak ellenére, hogy újkori meglehetősen tonizált, a szélesebb közönség számára is értelmezhető, nem csak a szakemberek számára. Igyekszem, hogy minden egyes rész tartalmazzon dallamos elemeket. Ezeket meg lehet jegyezni, és így a mű az egyszerű ember számára is ad. Az olyan számára is, aki zeneileg kevésbé képzett. Azt szeretném elérni, hogy a mise oratórium meghallgatása után bárki kedvet kaphasson, egy adott részt eldúdolni, elfütyülni. Nagyon fontos az, hogy a zene minden réteget meg tudjon szólítani, s ne csak a zenészek számára legyen ez egy különleges élmény, hanem mindenki lelkében gyökeret vethessen. A Komáromi Kamarazenekar és a Szlovák Műszaki Egyetem énekkarának koprodukcióját Becse Szabó Ilona szopránja koronázta meg. A Szent András Bazilikában bemutatott mise oratórium a liturgiát erősíti. Az a megtiszteltetésért, hogy nemrég a Komáromi Kamarazenekar művészeti vezetőjévé válhattam, amit nagyon köszönök és amit óriási becsben tartok. Fantasztikus zenésztársak munkáját vezethetem. Ez adta a kezdőlökést ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Támogatni szeretném ezt a több mint 60 éves kamarazenekart minden tőlem telhető módon. És nagyon örülnék annak, ha belátható időn belül hivatásos, félprofi kamarazenekarrá válhatna. Úgy gondolom, hogy minden zenész, aki szívből csinálja azt, amit csinál, az erre született és megérdemli, hogy a munkáját honorálják, nem csak erkölcsi értelemben. Mondom ezt úgy, hogy a pénzről nem szívesen beszélek, mert az nem igazán mérhető össze a művészet értékével. A finančné, akár nádorú sztrájáti finanszímoz nemám rád, lebo... A Komáromi Kamarazenekar állandó tagjai között Ervin Romano Fulmeknek köszönhetően vendégzenészeket is üdvözölhetett a közönség a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén. Például a Szlovák Nemzeti Színházból érkeztek a nagybőgősök, de voltak a sorainkban a magyarországi Győr Színházából is nagyra becsült zenészek. Nagyon kerek zenekar állt így fel, és mindenképpen meg kell említenem Petra Torkosová nevét, aki egy fantasztikus karvezető és karmester. És szintén a segítségünkre sietett egy lenyűgöző énekkart is bevonva a koncertbe. Nagy megtiszteltetés ez nekem, és nagyon örülök ennek az együttműködésnek. Nem utolsó sorban hatalmas öröm számomra az is, hogy a Szlovák Nemzeti Színház szólistája Becse Szabó Ilona is mellénk szegődött, akiről túlzás nélkül állíthatom, hogy egy igazán angyali ének hang birtokában van, és ez a csodálatos hang a jövőben is inspirálni fog engem az újabb és újabb alkotásokra. Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani a katolikus egyháznak, a plébános úrnak és a kanonoknak, hogy Isten házában ezt az örömünnepet lehetővé tették számunkra, hiszen ez a zene azért íródott, hogy Isten dicsőítse,
a liturgiát támogassa. Nem utolsó sorban az evangélikus egyházközösséget is meg kell említenem, amely lehetővé tette számunkra azt, hogy minden nap a templomunkban próbálhassunk. Nagyon nagyra értékeljük ezt a segítséget, és köszönjük.